szükséges küldőre. November 1-én Minden Szentek alkalmából Veres András megyés püspök ünnepi misét celebrált és felszentelte a Székesegyház frissen felújított Madonna kápolnáját. Ettől kezdve a kápolna újból betölti azt a szerepét, melyet az egyik Jákob álmát ábrázoló freskó is megjelenít. Egy égigérő létrát látott, amelyen angyalok jártak leföl. Ez szimbolikusan is szépen kifejezi a templomoknak általában is a értelmét, de ennek a kápolnának is a jelentőségét. Ez az a hely, ahol ég és föld találkozik. Az új márványoltár előtt 2016-tól a Szent Márton jubileum évtől kezdve folyamatos szentségimádásra is sor kerül. A kápolna felújítása során 9 hónapon át egy 8 fős restaurátor csapat dolgozott. Több helyen hagytunk kutató vagy tanúablakot, abból lehet látni, hogy mennyire sötét volt maga ez a kápolna, mennyire szennyezett, kormos volt a felülete, sok helyen omlott a vakolatréteg, borlott a festékréteg, ezeket mi konzerváltuk, tehát ez volt az elsődleges feladatunk, hogy az állapotot, az állagot megóvjuk. Ezt az esztétikai helyreállítás követte. A kápolna új padlóburkolatot és padsorokat kapott. Az örökimádás kápolnába történő átalakítása az egyik fő eleme volt ennek a Székesegyház felújítási programnak. Itt bent a teljes belső térnek az átalakítása megtörtént olyan módon, hogy egy modern, a gyönyörűen felújított, restaurált freskókat nem freskókkal nem rivalizáló belső tér alakult ki. A felújítás közel 100 millió forintba került. A Szent Márton terv keretében kicserélték a Székesegyház főkapuját, és felújították a tornyokat is, amelyek ezentúl kilátóként is funkcionálnak majd.